Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hétértékelő, 110 millió forint kár érte Szekszárdot az éjjel Szekszárd miatt a polgármester szerint. Szüreti szemezgető, az elmaradt szüreti napokat pótolja a rendezvény. Sportszálló Bonyhádon, átalakítják a több mint 200 éves épületet. Sikeres megújulás, beválni látszik az új technikumi rendszer. Száztíz millió forintos kárt okozott az Éjjel-Szekszárd frakció a Tolnai megyeszékhely önkormányzatának azzal, hogy leállították a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő építését. Ebből 62 millió forintot már vissza is utalt az önkormányzat az irányító hatóságnak. Erről beszélt pénteki hétértékelő sajtótájékoztatóján a város polgármestere. Ács Rezső közös sajtótájékoztatót akar tartani a többségi frakció tagjaival, ám közülük senki nem jelent meg, az újságírókat csak a névtábláik fogadták. A város polgármestere szerint ez is azt bizonyítja, hogy az Éjjel-Szekszárd olyan üres ígéretekkel vezeti félre az embereket, mint hogy a város nem bukta el az orvosi rendelőre kapott pályázati pénzt. Itt a szekszárdi Szabó Dezső utca mellett épült volna új házi orvosi rendelő. Két körzet 4700 lakóját érintette volna a fejlesztés. Június végére viszont biztossá vált, hogy a pályázati pénzből tervezett 80 millió forintos beruházásra nem kerül sor. Az ilyen szekszárd frakció ugyanis a környék néhány lakójának tiltakozására hivatkozva leállította az építkezést, és új helyszínt akartak keresni a rendelőnek. Annak ellenére, hogy korábban ők is megszavazták a Szabó Dezső utcát, akkor a pénzügyminisztérium topos pályázatokért felelős helyettes államtitkára azt írt a levélben az önkormányzatnak, hogy az állam nem ad támogatást, akkor ha a rendelő más helyszínen épül meg. A héten pedig az önkormányzatnak vissza is kellett utalnia a támogatás előlegét a minisztérium számlájára. Ezzel 62 millió forinttól esett el a város, de a teljes kár 110 millió forint körül lesz, ezt mondja Ács Rezső polgármester. Most úgy néz ki a költségek vonatkozásában, hogy valóban 62 millió forintot visszautaltunk az irányító hatóságnak, és kb. 10 millió forint, amit a miniszterelnökség kiegészítő forrásként még biztosított, illetve közben a kivitelező is megkeresett bennünket, hogy kártérítés igényel forduljon hozzánk, ez 40 millió forint. Tehát összeadjuk ezeket a számokat, akkor azt mondjuk, hogy az orvosi rendelő a város eddig 110 millió forintot bukott. Hiába kellett a héten visszautalnia a pályázati pénzt az önkormányzatnak, az Éjjel-Szekszárd frakció továbbra is azt kommunikálja, hogy más helyszínen megépülhet a rendelő. Még a helyieket is megkérdezték, hogy szerintük hol épüljön. Csak hogy összesen 27 ötlet érkezett az egész városból, ezek közül a legtöbb szavazatot, 9-et a Szabó Dezső utcai helyszín kapta. Ács Rezső pénteken közös sajtótájékoztatót akar tartani a többségi frakció tagjaival, közülük viszont senki nem jelent meg, csak a névtábláig fogadták az újságírókat. A polgármester szerint ez azt bizonyítja, hogy az Éjjel-Szekszárd olyan üres ígéretekkel vezeti félre az embereket, mint hogy a város nem bukta el az orvosi rendelőre kapott pályázati pénzt. Mi elmondtuk ezt többször is, hogy mit kockáztat a város 4700 embernek az orvosi ellátását. Tudtuk volna sokkal jobbá tenni, akit nem tudja, hogy milyen állapotok vannak, az fel tud menni a Kadarkócán a kollégiumba és megtapasztalhatja. Most ehhez képest lett volna egy olyan helyszín, mint a Vígan téren egy 21. századi rendelő. Teljesen komolytalan volt ez a szavazás, a 21 szavazata, teljesen komolytalan volt az, hogy ezt a projektet elengedték, mindenki előzetesen elmondta, hogy nem lehet ezt megvalósítani máshol. Ezek a felvételek augusztus 30-án az Éjjel-Szekszárd által vezetett gazdasági bizottság ülésén készültek. Akkor Gulyás Róbert, az Éjjel-Szekszárd képviselője is megszavazta azt az előterjesztést, ami alapján az önkormányzat az ő munkáltatóját bízta meg nagyértékű informatikai eszközbeszerzéssel. Ez nem sokkal azután történt, hogy Gulyás Róbert kérte, hogy az önkormányzat térítse meg a munkáltatójának azt a bért, amiért ő a képviselői feladatai miatt nem tud megdolgozni. Erre korábban még soha nem volt példa Szekszárdon. Furcsa dolog ez, mert általában 4 óra körül vannak a bizottsági ülések és a közülések is, úgyhogy tulajdonképpen egy-egy órára beszélünk csak. Ilyenre még nem volt példa az elmúlt időszakban. Ez minden esetre azért furcsa, hogy maguk fizetését ugye már az elején megemelik többszörösére, és közben a város pénzéből még szívnak le összegeket. Mindenképpen elítélem ezt a dolgot, és nem tudom elfogadni ezt a magatartást.
Ács Rezső a hétértékelőn arról is beszélt, hogy az éjjenszegszárd frakció tagjai folyamatosan azt kommunikálják a közösségi médiában, hogy a város fejlesztéseit a polgármester hátráltatja. Ám ezzel szemben a valóság az, hogy a közgyűlésben többségbe került éjjenszegszárd dönt mindenről, ami az önkormányzattal kapcsolatos. A sajtótájékoztatón elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az éjjenszegszárd frakció vezetőjét, valamint Gulyás Róbertet, az éjjenszegszárd képviselőjét is. Szerettük volna tőlük megtudni, hogy milyen forrásból tervezik megépíteni az új orvosi rendelőt, miután az önkormányzatnak a héten vissza kellett utalnia a pályázati előleget, 62 millió forintot. Valamint arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy nem tartják-e aggályosnak, hogy Gulyás Róbert igennel szavazott arra az előterjesztésre augusztus 30-án a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén, ami arról szólt, hogy az önkormányzat nagyértékű informatikai eszközbeszerzéssel bízza meg a saját munkáltatóját. Adásunkig viszont nem kaptunk választ a kérdéseinkre. Jóval nagyobb nyomás nehezedik a hazai egészségügyre a koronavírus járvány második hulláma alatt, mint tavasszal, ez olvasható a Magyar Kórházszövetség közleményében. Mint írják, a járvány második hulláma hamarabb gyűrűzött be a kórházakba, mint arra számítani lehetett. A közleményben emlékeztetnek arra is, hogy a járványügyi helyzetet az ágazat vezetése átlagfinanszírozással segítette a tavaszi időszakban, amely lehetővé tette a bérek kifizetését, valamint azoknak a beszerzéseknek a megvalósítását, amelyek megteremtették a biztonságos betegellátás feltételeit. Szeptember 1-től ismét teljesítményfinanszírozásra állt vissza a rendszer, emellett plusz forrás is érkezett az elmaradt beavatkozások elvégzésére. Ugyanakkor az MKS olyan átlagfinanszírozást tartana szükségesnek, amely 3 teljes értékű hónap finanszírozását tekinti alapnak, és figyelembe veszi a járványügyi költségeket is. Miután eldőlt, idén nem lesz szekszárdi szüreti napok, a Babits Mihály Kulturális Központ egyfajta hézagpótlásként szervezte meg a Szüreti Szemezgető elnevezésű programsorozatot a Vármegyeháza udvarán. A következő napokban jazz, világzene és népzene is helyet kapott. A Swing Caféval Pece Zsófi zenekarának bemutatkozó koncertjével vette kezdetét a Szüreti Szemezgető címet viselő programsorozat. Zsiko Zoltán, a szervező Babits Kulturális Központ igazgatója azt mondta, a kultúrában dolgozóknak törekedni kell arra, hogy a lehetőségek közepette hiánypótló rendezvényeket hozzanak létre a szüreti napok pótlására. Ez az udvar tud most nekünk olyan feltételeket biztosítani, és egy olyan keretrendszerben tudunk ezáltal rendezvényeket szervezni, amelyben azt mondhatjuk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is talán helyt tudunk állni, így ennek eredményeképpen ezen a hétvégén kiváló kulturális csemegékkel készültünk kollégáimmal. Az udvarban könnyű, világzenei, népzenei programok és a jazzzenét kedvelők is megtalálhatják a kedvükre valót. Sokan vannak itt ezen a szemezgetőn, akik egyébként részesei lettek volna, vagy korábban részesei voltak a szüreti napoknak. Ez egy rendkívüli év, próbálunk alkalmazkodni a lehetőségekhez. A látogatókat arra kérik a szervezők, viseljenek maszkot. Aki ide érkezik, hőmérsékletmérésen is át kell esnie. A biztonság érdekében. Több borászat saját rendezvényekkel pótolja az elmaradt szekszárdi szüreti napokat. A Mészáros Borházban például 3 napon keresztül várja a vendégeket igazi borudvari hangulat. Bár a hagyományos borudvarra idén nem kerülhetett sor, a szüreti napok keretében a borászok összefogtak, és a Mészáros Borház udvarára szerveztek egy borudvart. Mészáros Péter borász azt mondja, ha ez a lehetőség marad, így kell kiszolgálni a közönséget. Mi csak igazából tényleg egy hiánypótló rendezvényt próbálunk ebbe a koronavírusos évben. A kiváló borok mellett programokkal is várják a látogatókat. Az Aliszka Brass Band és a Bartina Néptánc Együttes és a fellépők között van. Mészáros Péter azt mondja, nagyon betartják a vírusveszély miatti előírásokat, a belépéshez előzetes regisztrációra van szükség. Ez azt jelenti, hogy nem nincs zsúfoltság. Tehát próbáljuk úgy megszabni, hogy ne legyenek olyan sokan, tehát ne érintkezzenek olyan sokan egyszerre, illetve ahogy belépnek, azonnal fertőtlenítés van, kézfertőtlenítés, és hát ajánlott a maszk használat is.
A Bodudvár minden nap 18 órakor nyitja kapuit, és éjfélig várja a vendégeket. Megmentik az omladozó Perccel kúriát Bonyhádon. A város önkormányzata 1,5 milliárd forintos állami támogatást kapott a sportpálya felújítására és egy új sportrekreációs központ kialakítására, amit Bonyhád egyik legikonikusabb épületéből hoznak létre. A műemlékvédelem alatt álló épület átalakítása október végéig fejeződik be. Zajlik a Perccel kúria felújítása, az alapok megerősítésétől a tető felújításán át, a belső átalakításig mindent megcsinál a kivitelező. A Bonyhádi önkormányzat a tavalyi év során 1,5 milliárd forintos állami támogatást kapott a sportpálya felújítására és egy sportrekreációs központ kialakítására. A választás a város központjában lévő, már romosodó Perccel kúriára esett. A több mint 200 éves ikonikus épületet az enyészettől mentette meg ez a projekt. Komoly szerkezeti átalakítások voltak, úgy, hogy a magának az épületnek a jellege kívülről és belülről összességében nem változott meg. Tulajdonképpen minden felleszújítva az épületbe, tehát teljes rétegrend készül, új vakolatok, új homlokzat színezések, új nyílászárok. Az épületben apartmanokat alakítanak ki, de terveznek bele szaunát, konferencia és edzőtermet vagy jacuzzit is. A sportközpont nem csak szállás lehetőséget nyújt majd, rendezvények megtartására is alkalmas lesz. Az épület tulajdonában lévő park természetvédelmi terület, aminek felújítása szintén a projekt része. Hál' Istennek sok ikonikus épülete van Bonyhádnak, ez az egyik. Talán ez volt a leginkább rászoruló arra, hogy ez fel legyen újítva. Szerintem a bonyhádiak többsége már 10 éve ezt kérdezgeti magától, vagy akár az önkormányzattól, hogy mikor lesz ez felújítva. Sajnos az önkormányzatok olyan pénzügyi helyzetben vannak, hogy ezt csak pályázati forrásból tudják megoldani. A Bonyhádi önkormányzatnak sikerült ezt megvalósítania. A munka megfelelő tempóban halad előre, és úgy néz ki, hogy a vállalt határidőre be is fejezik azt. Mivel az épület műemlékvédelem alatt áll, így új köntösbe öltöztetve őrizheti meg régi pompáját. 122-en kezdték meg 9. osztályos tanulmányaikat a Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégiumban. Úgy tűnik, a technikumi oktatás átalakítása bevált, hiszen idén nagyon népszerű volt a megújult iskolatípus a diákok körében, mondta az igazgató. Sikeresen indult el az idei tanév az új, átalakított technikumi rendszerrel. Gál János, a Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium igazgatója azt mondta, már a jelentkezési határidő előtt érezhető volt, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés a szakképzés iránt, és ez főleg a szerkezeti átalakításnak köszönhető, amire már nagy szükség volt. A technikumi rendszernek a lényege az, hogy a beiratkozott diákok 5 éves képzési idő alatt szereznek érettségi bizonyítványt, és az érettségi bizonyítvánnyal együtt szakképesítést is, és sőt, a tetejére az érettségi bizonyítvány emelszintű érettségét jelent a szakmai végzettség tekintetéből. A diákok a duális képzés keretein belül külső cégeknél végzik a szakmai gyakorlatot, ahol nem csak tapasztalatot és tudást szerezhetnek, de tanulói szerződéssel már egy jó fizetésre is szert tehetnek. Ezen kívül már kezdetektől, vagyis 9. évfolyamtól ösztöndíjban részesítik a diákokat, aminek mértéke a tanulmányi eredménytől függ. Ebben a dombóvári iskolában 5 különböző szakképzés folyik, az informatikai tanrend egy teljesen új, innovatív módszer nyomán alakult át. Egy egyedi együttműködés kapcsán a Budapest School iskolával indítjuk, az ő szakmai módszertani anyagokat vesszük át. A szexuális szakképzési centrum kapcsolata révén jutottunk ez a lehetőséghez. A centrum is és a Budapest School is alkalmasnak tartotta az iskolánkat arra, hogy ez a képzését nálunk indulhasson. Egész Magyarország területén csak 2 technikumban engedték indítani a képzést, amiből az egyik a Dombóváron lévő Tolna megyei szakképzési centrum, Apácai Csere János Technikum és Kollégiuma. Regionális híreink következnek. Kik állnak az ellenzéki oldal mögött Mohácson? Lakossági fórumot tartott a fideszes jelölt. Rendhagyó próbák, különleges módon készülnek az előadásra a Playback Színház tagjai. A Budaörsöt fogadta a PMFC, büntetőből szerzett góllal kaptak ki a pécsiek.
Lakossági fórumot tartott a Mohácsi 4-es számú választókerület fideszes önkormányzati képviselőjelöltje szerda délután. Csizmadia Csaba beszélt arról is, hogy nem helyiek önszerveződő egyesülete áll a baloldali jelöltek mögött, de érintette a választókerületének közösségi tereket érintő problémáit is, amikre megoldást ígért. A fórumon részt vett a Mohácsi Fidesz polgármester jelöltje is. Lakossági fórumot tartott a Mohácsi 4-es számú választókerület fideszes jelöltje szerda délután. Dr. Csizmadia Csaba beszélt politikai ellenfelükről is, akikkel az időközi választáson megküzdenek a szavazók voksaiért. Ezt a egyletet 2016-ban Szekszárdon alapították, és ott van bejegyezve. Ez a Vanos Társaság 2020. júliusában vásárolta meg, pénzért megvette ezt az egyletet, és előadja, mint saját találmányt, helyi alapító tagokkal. Számtalanszor hirdetik, hogy függetlenek. Vajon mitől? Csorbai úram ma reggelig az utolsó értesülésem alapján sem lépett ki az MSZP-ből. A Változást Akarók Nemzedéke Közéleti Egyesület támogatja a jelenlegi polgármester Csorbai Ferenc újraválasztását, illetve áll a baloldali jelöltek mögött. Csizmadia Csaba szerint azonban saját érdekeik vezérlik őket, nem a mohácsi választópolgároké. A képviselőjelölt beszélt arról is, hogy körzetében javítani szeretné az itt élők életkörülményeit, ha megválasztják. A közbiztonság növelését, illetve egy olyan sétáló park jellegű utat, amely összeköti a különböző városrészeket a kerület peremén. Itt pedig mindenképpen, ami égető, elsősorban a forgalom átszervezése, a lakossági vélemények alapján egyirányúsítás, újabb parkolóhelyeket kell előtte alakítsunk, hiszen valahova az autókat el kell tenni, a közbiztonságot szeretném növeltetni, a rágcsálóirtás, a fakarbantartás, permetezés, visszavágás, lumbelhordás. A kertesházas és a lakótelepi résznek is külön-külön problémái vannak, amiket meg kell oldani, mondja a Fidesz jelöltje. A fórumon részt vett a párt mohácsi polgármester jelöltje is. Pávkovics Gábor azt mondta, szeretné visszaállítani azt a kisvárosi politikai hangulatot, ami korábban jellemezte Mohácsot. Jelenleg a csarkodás folyik, amit az ellenfelei gerjesztenek. Ez egy kisebbségnek, egy nagyon pici szűk magnak az acsarkodása, és egy olyan lelki hangulat keletkezett meg a városban emiatt, amit nem érdemel meg ez a város, ezt a hangulatot szeretném egyszer visszaállítani. Másrészt meg továbbiakban is azt szeretném képviselni, azt a szakmaiságot, amit 22 éves közös munkánk alatt a Szekú József mellett megtanultam. Ezt a szakmaiságot, ezt a kompetenciát szeretném továbbvinni, hogy a város továbbiakban is ezen a fejlődő pályán maradjon. Mint ismert, szeptember 27-én tartanak időközi önkormányzati választást Mohácson. Erre azért van szükség, mert a városi közgyűlés feloszlatta magát. Így a testület tagjait, valamint a polgármestert újra kell választani. Ismét új feladat elé állította az élet a Pécsi Playback Színházat is. A koronavírus járvány miatt tavasz óta nem tarthatták meg szokott módon az előadásaikat, most pedig értelmileg akadályozott színésztársaik nem hagyhatják el a lakóhelyüket. A társulat ezért rendhagyó próbákat szervez, hogy mégis közösen tudják gyakorolni az Ámornyila elnevezésű darabjukat. Az első interaktív próba csütörtökön volt, míg a színészek a kerítésen kívül az utcán voltak, sérült társaik a lakóotthon udvarán kapcsolódtak be a játékba. Gyülekeznek a Fogd a Kezem Alapítvány lakóotthonának amatőr színészei az udvaron. Ők a Pécsi Playback Színház egyik darabjának szereplői, akik most különleges módon tudnak csak próbálni. Tamás Bandi szerepét játsza az Ámornyila című darabban. Rendesen mondjam a szöveget, viszont ha nem mondom rendesen, akkor szoktuk improvizálni. Éva is nagyon várja már a rendhagyó próbát, hiszen övé Luca szerepe. Ez nagyon jó nekünk, örülök neki, hogy itt vannak, és még sokáig legyen ez a színdarab, amit csinálunk. A playback, azaz visszajátszás, egy improvizációs színházi műfaj. A nézők élményeire épül, azaz abból készül a színház, amit a nézők megosztanak a színészekkel. Csütörtökön az értelmileg sérült fiatalok meséltek mindennapjaikról. Van egy pár olyan társunk, értelmileg akadályoztatott színész, aki lakóotthonban él, és ezért őre egy kijárási tilalom vonatkozik. És azért azt találtuk ki így a társaimmal, és a Pécsi Playback Színház
pár tagjával, hogy eljövünk ide most, és akkor így a kerítés két oldaláról ők mesélnek el élményeket, milyen a bezártság, vagy milyen a színház, vagy egyáltalán hogy telik most az életük, és akkor ezeket rögtönözve játsszuk mi le. A Fogdakezem Alapítvány nagy örömmel vette a kezdeményezést, és mindenben támogatja a Playback Színház munkáját. Nem mások, mint mi. Néha kicsit talán egyszerűbben gondolkodnak, de ugyanazt szeretnék, mint bárki más. És tele vannak szeretettel, tenni akarással, ők ugyanúgy szeretnek dolgozni, és tenni másokért, és vannak céljaik az életben. Tehát nagyon-nagyon egészséges emberek, lelkileg sokszor egészségesebbek, mint mi talán. A társulatvezető egyben játékmester elárulta, hogy egy adománygyűjtő akcióba kezdtek, amit Új nap, új remények néven indítottak útjára. Céljuk, hogy egy norvég fesztiválra eljuthassanak a darabbal. A Budaörs együttesét fogadta a PMFC labdarúgó csapata a Merkantil Bankliga NB2 9. fordulójában, amelyet egy büntetőből szerzett góllal nyertek meg a vendégek. A második játék részben ugyan többet támadott a PMFC, de szépítenie nem sikerült Vas László együttesének. A fehérmezes Budaörs volt az ellenfele szerdán este a piros-feketében játszó PMFC labdarúgó csapatának. Az első félidőben több helyzetet is kidolgoztak a gárdák, de gólt nem sikerült szerezni egyik oldalon sem. A 40. percben aztán, miután Grabant Bence buktatta Márquez Airózát, a megítélt büntetőt Pető Bence értékesítette, és ezzel beállította a 0-1-es végeredményt. A második játék részben többet támadott ugyan a PMFC, szépítenie azonban nem sikerült Vas László együttesének. Rengeteg technikai hibával játszottunk, és valójában nem ült az, amit elterveztünk. Ettől függetlenül nem kellett volna, most így utólagosan visszanéztem, egy két szituációban kaptunk egy 11-est. Igazából az ellenfélnek sem volt kidolgozott helyzete. Gyűrtük egymást, de nem volt meggyőző egyik csapat se az első félidőre való tekintettel, de a második félidőben talán többet tettünk bele, mentünk, dolgoztunk, helyzeteket dolgoztunk ki, sajnos nem tudtunk vele élni, ez egy ilyen nap volt, szerintem a játszunk három napig, akkor se tudtunk vele magát találni. A Budaörs csapatának helyzeteit a pécsi kapus Helesfai Donát bravúrral védte, de a másik oldalon is volt több szép kapus teljesítmény. Rendkívül nehéz mérkőzés volt, mindkét csapat labda felé védekezett, agresszív volt, a minőségi játék nem alakult ki, de ez is egyfajtája a futballnak, amikor küzdelemmel kell megvívni a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy ebből mindkét csapat jelesre vizsgázott, mindkét csapat próbálta irányítani a játékot. Talán, hogyha technikailag kicsit magasabb szinten játszunk, akkor látványosabb lett volna, ma ez nem jött össze, éppen azért, mert szerintem nagyon jó felfogásba játszott a hazai csapat. A PMFC szombaton 15 órakor a Makó FC ellen kezdi meg a Magyar Kupa szereplését idegenben. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Hétértékelő, 110 millió forint kár érte Szekszárdot az éjjel Szekszárd miatt a polgármester szerint. Szüreti szemezgető, az elmaradt szüreti napokat pótolja a rendezvény. Sportszálló Bonyhádon, átalakítják a több mint 200 éves épületet. Sikeres megújulás, beválni látszik az új technikumi rendszer. Szombaton erősen fátyolfelhős, szűrt napsütéses idő várható, de kellemesen alakul a hőmérséklet, és gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Csapadékra nem kell számítani. Éjszaka is eseménytelen idő lesz, az előző éjjelnél kissé már mérsékeltebb lehűléssel. Vasárnap és hétfőn alapvetően napos, csapadékmentes, egyre melegebb, kellemes idő várható. Időről időre megélénkül a délkeleti szél. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!